estét kívánok, szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, Nagykunsági Krónika közéleti magazin műsorunkat látják. Kérem, tekintsék meg mai műsorkínálatunkat. Kedves nézőink, november végén egészen pontosan 25-én egy konferenciára várják az érdeklődőket az Ifjúsági Házba. Aktuális kérdések című heti magazin műsorunk mai vendége a témával kapcsolatban dr. Barta Júlia keletkutató. Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk dr. Barta Júlia keletkutató, akit nagy szeretettel köszöntök stúdiómban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm szépen, jó napot kívánok! Azért hívtuk meg ismét egy stúdióinterjúra, mert november 25-én egy nagyszabású rendezvényre készülnek az Ifjúsági Házban, ez egy konferencia lesz. Mi a címe, miről is fog szólni pontosan ez a nap? Szívem szerint örökség, török örökség konferencia címe, vagy címet adtam volna a konferenciának, de egy kicsit kibővítettük, török elemek a magyar népi kultúrában, ez lesz a címe. Igazából a népi táplálkozás törökös elemeit vesszük sorra. Volt itt egy nagyszabású kutatás, török-magyar néprajzkutató program, ami az UNESCO keretében, az UNESCO támogatásával zajlott, és ez a mi rendezvényünk most ennek a projektnek a záró akkordja lesz. Azokat a területeket vesztük számba, amelyeken érezhetően tudva lévő a török hatás a táplálkozásban. És azért ez bőven van ilyen, mert valójában a török, bár nem így van a köztudatban, azért a török hódoltságnak számos olyan hozadéka van, ami igenis színesítette a mi kultúránkat, gazdagította azt. Jó lehet, hogy mint egy jó gyakorlat úgy jött ez át, hiszen a magyar népi kultúra egyébként is számos török elemet tartalmaz. Ezek már a honfoglalás korában jelenlévőek voltak, hiszen ugye a honfoglalást megelőzően jó fél évezredik török népeknek, hol az ölelésében, hol a szorításában éltünk, és ez természetesen látszik a kultúránkon. Beszélünk majd mindjárt bővebben erről a konferenciáról. Most beszéljünk arról, avasson bennünket abba, ugye azt mondta, hogy ez ennek a kutatásnak, ennek a projektnek a záró akkordja lesz. Hogyan kell elképzelnünk egy ilyen kutatás laikusok számára? Hogyan zajlik? Milyen elemeket tartalmazott? Hol kutattak? Hogyan kutattak? Kik vettek részt ebben a munkában? Ez egy nagyon-nagyon jó program volt, nagyon, nagyon kellemes program volt. Törökországban is jártunk, és természetesen itt nálunk az Alföldön, a Nagykunságon, meg a Jásságban kutattunk. Törökországban olyan falvakat kerestünk meg, amelyek jellemzik a török népi kultúrát, azt a színes kultúrát, táplálkozási kultúrát, hiszen az is ugye Törökország 47 táji etnikai és vallási csoportból áll, és ezek kulturális hozadékából alakult ki az a ma is igazán élvezhető táplálkozási kultúra, amivel ott találkozhattunk. Voltunk tatárfalvakban,
részt vettünk egy vallási szertartáson, ami azért volt érdekes, mert hogy ott esznek, az Isten tisztelet alatt énekelgetnek szerelmes énekeket, de idézőjelbe teszem ezt a szerelmes éneket, mert a szerelem ilyen a szufizmus szempontjából ez az Isten iránti nagy érzés, és akkor énekelgetnek, eszegetnek órákig, és természetesen bort is isznak, ami engem nagyon meglepett, mert nem csak úgy ledobva, mint a mise bort, hanem rendesen körüljár a korsó, és akkor mindenki elkortyolgatja. Ez nagyon érdekes. De ezt csak az aleviek csinálják. Természetesen a többségi vallást gyakorlók, ők nem. Ennek akkor nem volt hatása a magyar kultúrára. Ennek nem volt. De annyiból érdekes, mert ez is iszlám. Tehát az iszlámnak különböző ágai vannak. A Törökország lakosságának többsége szunnita irányzatot követ, ez viszont síita irányzat, és annak is egy ága. Ezek a csoportok nem mecsetekben járnak Isten tiszteletre, hanem közösségi házakba. Vannak közösségi termek, amik úgy vannak berendezve, mint ima termek ezek valójában, de hát ilyen kellemesen vannak berendezve. Nagyon-nagyon érdekes volt. Ilyen szempontból is izgalmas volt, mert azért, hogyha egy vallásökológiai tanulmányhoz gyűjtünk anyagot, mondjuk, akkor ez egy különleges színfolt, meg egyébként is, mert annyira nem ismerjük azt a világot. De voltunk, mondom, apró falvakban, voltunk csiftlikeknek, mondják a törökök, nálunk a tanyának felel ez, meg nagy gazdaságok, amik családi gazdaságként működnek, és akkor ott főztek nekünk népi ételeket, és hát azt kóstolgattuk. Vendégszeretőek? Nagyon-nagyon-nagyon. Mondtuk is közben, hogy jaj, de nehéz a néprajzos élete, mert mindent végig kóstol az ember, azért nagy tapasztalattal. Ahogy így végigkóstolta a kinti ételeket, mi volt az, ami a legjobban megfogta, vagy megragadta, mi az, ami a legjobban ízlett? Itthon el lehet-e ezeket készíteni? Igen, a török konyha nagyon egészséges, sok gyümölcsöt fogyasztanak, és sok zöldségfélét. Szinte minden, és sokfélét. Tehát mindenből keveset tesznek az asztalra, de 4-5 féle étel van az asztalon, és mindig, még a népi konyha is előétellel kezd. Ez pedig vagy petrezselyem zöld, vagy kapor, vagy valamilyen saláta, attól függ, hogy milyen az idénynek megfelelő és a kertben termesztett zöldségféle, és mindent fogyasztanak, mondom. Még a nálunk gyomnövényként ismert porcsint füvet is, a nagy porcsint füvet, ennek olyan savanykás íze van, salátaként fogyasztják, szemízott van eve. Nagyon érdekes ez is, de nagyon finom különben. Aztán, ami igazán izgalmas, az a sokféle töltött étel. A töltött paprika, a töltött padlizsán. Egyébként ezeket a rizses, húsos töltött ételeket mi is a törököktől vettük át, mert még a töltött káposztát is, ugye tipikusan olyan étel, ami magyarrá vált, ma már szimbóluma is lehetne a magyar konyhának, vagy talán az is a töltött káposzta, ezt a törököktől vettük át, mert hogy a hódoltság idején ezen a földön, a Kárpát-medencében a hódoltság idején először rizset a törökök termesztettek, és velük együtt jött ez az étel. Ez például egy érdekes információ, mert ezt igen, szerintem ez nagyon, nem sokan nagyon, tudják. Nagyon érdekes, valóban engem is nagyon meglepett. És mi ez lett a legjobban? Az imámba Ildi. Az a töltött padlizsán. Nagyon-nagyon finom. Azért azt jelenti a neve, hogy az imám elájult. Uh-huh. Valóban elájult, olyan finom. Nagyon szeretem. Itthon ugye azt mondta, hogy a nagykonságban, illetve a járságban kutattak. Hogyan indul el egy ilyen kutatás? Mi az, ami a segítségükre van? Hogyan zajlik itthon? Itthon az én nagy segítségemre volt a Karcagi Birkafőző Egyesület, mert ugye a nagykonságot leginkább a juh ételek jellemzik, a népi táplálkozás alapja a juhús, és egyébként a hódoltság idején is az volt,
bár ugye a paraszti konyha sokkal kevesebb húst használt korábban, mint ahogyan most, de mégiscsak a táplálkozás alapja, hús alapja a jó, mert egy nagy család azt tudott vágni hamarabb, és azt a tartósítás, a mostani modern tartósítás hiánya miatt azt el is fogyasztották akkor. Ez egy optimális, bocsánat, dolog volt. Úgy indul egy ilyen kutatás, hogy van egy jó társaság, amelyik megfőzi nekünk mindazt, és nekünk csak oda kellett menni és kóstolgatni, meg elbeszélgetni róla, hogy mi hogyan készül, filmezték, fotózták a munkafolyamatokat, és úgyhogy Karcagon volt nálunk, tehát a nagykunságban Karcagon főztünk jó ételeket, 26 féle jó ételt is, mert a kunság, tehát azért ebből főztünk pár fajtát. Például ebből egy párat említsen. Ugye mi a birka pörkölt a legismertebb, mondjuk bárányborda, nem tudom, ez beletartozik-e. Én körülbelül ezt a két félét ismerem, amit ebből elkészítenek. Persze. Káposztás birkát főztünk, birka pörköltött káposztás birkát főztünk, tárkonyos báránylevest, fú, de finom, és az nagyon-nagyon íz lett. Bárány kemencében sült bárány combot fogyasztottunk Kisújszálláson például. Tehát Karcagon, a nagykunságot Karcag és Kisújszállás képviselte. Kisújszálláson ugye volt ez az érdekes étel, meg még pásztorésztert főztek nekünk a 48-as olvasókör tagjai. Ugye mondta, hogy káposztás birkát is főztek. Ezek miért nem elterjedtek itt a környéken? Ugye az, hogyha azt mondják, hogy káposztás hús, akkor arra asszociálunk, hogy disznótor, és akkor ott megfőzik a káposztás húst. Hát csak ma nem ismerik már annyian, mert ugye mi lehet ennek az oka? Az az oka, hogy otthon ma már nem nagyon főznek az emberek birkát. Egyébként ezek a birka ételek, mondjuk a káposztás birka, vagy a bárányleves, ezek amolyan hozadékai, vagy maradékból, pörkölt maradékból főzték, vagy a házi asszony elcsent és kísérletezgetett. De hát szakácskönyvek ismerik ezeket az ételeket, meg jobbfajta főzőemberek is ismerik. Én Csontos Gyuri feleségének a főztjét kóstoltam először, hát olyan finomat még nem ettem korábban. Én magam sem tudtam, mert nem korábban, mert nem ez a, ugye, ahogy mondtad, nem ez az általánosan ismert étel, de amikor utána megyünk, amikor rákérdezünk, amikor ráérősen elbeszélgetünk, akkor azért előjön az emlékezetből. Le is írták egyébként az a nagykunsági szakácskönyv hozza ezeket a birka ételeket, mind a 26-nak a receptje megtalálható benne. Térjünk át akkor magára a konferenciára, hogyan állították össze a programot, ugye több előadó is részt vesz majd ezen a konferencián. Mik lesznek ennek az érdekességei? Az előadókról annyit, hogy a sort én kezdem, nem csak azért, mert háziasszony leszek, hanem az én témám volt olyan, ami igazán összefoglalja ezt a hozadékot, hogy melyek a közös pontok. És azért közös pontokat adtam a címnek, mert mint utaltam is rá korábban, nem minden törökös elem hódoltságkori hozadék, hanem már a honfoglalás korától jelen van, sőt a kunok bejövetelével ez felerősödött. Ugye a magyar kultúrát három rétegben érte keleti hatás, a honfogláskori réteg az egy nagyon erős alap, és akkor erre jött még a kunok műveltsége, ami a táplálkozásban is megmutatkozik természetesen, és ezt tetézte be a hódoltságkori hatás. Pontosan lehet tudni, hogy melyik réteg mikor, vagy hogyan válik el, milyen módon válik el, és ez hogy nyilvánul meg, mert ugye paprikás ételek a hódoltság után jelennek meg, hiszen a paprika a kereskedelem lévén a török közvetítéssel került ide hozzánk, és már mind említettük a rizst, meg volt még számos olyan dolog, fűszernövények is egy része. Azért közös pont, mert például nagyon jó példa erre épp a jó ételek, vagy a jó tartás példája. A magyar műveltségben a jó tartás teljes szókészlete török.
ez nagyon izgalmas dolog. Tényleg az, és a honfoglaláskori rétegbe tartozik. Csupán a 19. században változott egy kicsit, mert hogy a Vlach-Pásztor réteg megjelenésével a tejfeldolgozás módja és annak a szókészlete később került, ugye. Tehát nagyon jól elkülöníthető ez. Én erről fogok beszélni, ezekről a hozadékokról, hogy melyek azok, amiket a törököknek köszönhetünk, vagy a közép-ázsiai törökségnek, vagy a kis-ázsiai törökségnek. Süteményekben is például. Gondolnád, hogy a piskótát, vagy a grillást, vagy a madártejet a törököktől? Még a grillást még talán el lehetne képzelni. Is. Uh-huh. A rétes tésztát. Uh-huh. Igen. De ezt nem gondoltuk Igen. volna. Igen, de szerintem egy nagyon-nagyon izgalmas, nagyon jó dolog lesz ez. Aztán Bató Edit kolléganőm a jásság szőlőműveléséről fog beszélni, ugyanis a jásság szőlőművelésének nagyon komoly török emléke van, török fajta szőlő is van. Ugye a törökök nagyon jelentős kelt kultúrát éltettek az alatt a másfél évszázad alatt itt nálunk. Tehát igazán azt kell, hogy mondjam, hogy szemléletváltásra van szükség, mert az ilyenfajta kutatások kiderítik, hogy hát nem csak pusztított. Sőt, ugye azt kell tudnunk, hogy a 150 évnek csak az egyharmadában volt háború, és azért ott adok-kapok módon ment a dolog. Tehát a többi időben valamiféle békés idézőjelbe teszem, egymás mellett élés volt, tehát virágzott a kereskedelem, eleve olyan szerződések születtek, amelyek lehetővé tették a szabad kereskedelmet, ennek következtében Velencéből áttevődött Bécsre, majd onnan Budára, a törökök miatt Budára a szabad kereskedelem központja, és ezért ez egy olyan sor izgalmas dolgot hozott a mi kultúránkba, hogy a nyomát, a hozadékát, a jófajta hozadékát máig élvezzük. Gyümölcsfajták jöttek, különféle szőlőfajták jöttek, és hát ugye a jásságban most is van török szőlőként emlegetett fajta. Bató Edit kolléganőm erről fog beszélni, Bán Andrea pedig a fűszernövényeket. Bán Andrea néprajzos és kertészmérnök. Melyik fűszert használjuk itthon a leggyakrabban? A tárkonyt, rozmaringot, kakukkfüvet. Ezek a sülteknek a megfelelő, a tárkony pedig a káposztás ételeké. Paikara Dávid egy tatárfalú táplálkozásáról beszél, ugyancsak az identitás és a táplálkozás összefüggésében. Ez lesz az izgalmas része ennek a konferenciának, illetve hát magát az egész konferenciát Németh Gyula emlékének ajánljuk, mert hogy Németh Gyula halálának 40. évfordulójára emlékezünk most novemberben, és úgy gondoltam, hogy nagyon fontos gesztus ez részünkről, hiszen Németh Gyula tette Karcagot a turkológia bölcsőjévé, és a magyar turkológiát európai hírűvé. Kiket várnak erre a rendezvényre? Turkológus kollégák jelezték már, hogy örömmel jönnek Pestről, Békésről, Debrecenből, Szegedről, és mindenkit várunk a karcagiak közül is, meg a kunsági környékbeli településekről is. Mindenkit várunk, akit érdekel ez a téma, és nem akármilyen módon várjuk, mert hogy mit ér egy táplálkozás, kutatás. Kóstolás is lesz. Miket kóstolhatnak majd egyébként a vendégek? Egy vashiányos jó fogja bánni, hogy véget ért a programunk. Karcagi birka pörkölt lesz, és köles, fordított kereskása. Nagyon izgalmasan hangzik. Említette, hogy lesz folytatása is gyakorlatilag annak, hogy lezárul ez a program, és véget ér majd ez a konferencia. Mi fog történni utána? Megjelennek a kötetek. Több eszámba kell, hogy mondjam, mert három nyelven jelennek meg ezek a tanulmányok Törökországban, Ankarában már ez nyomdában van, magyarul, angolul és törökül, és magyarul és angolul is jelenik meg nálunk is februárig
olyan kötet, ami ezt a projektet zárja, illetve némileg kibővítve a népzenekutatás eredményeivel az Európai Folklor Intézet kiadásában fog megjelenni nálunk is. Tehát azt hiszem, hogy ezzel egy igen szép záró gesztust fogunk tenni, és nem múlik el nyomtalanul ez a kutatás. És reméljük, hogy lesz folytatása is, hiszen a tervek szerint a következő évben a népi díszítőművészet közös pontjait vesszük számba. Pont erről szerettem volna kérdezni, hogy aki ismeri önt, azok tudják, vagy azt tudja, hogy gyakorlatilag pörög, soha nem áll le, mindig dolgozik valamin, mindig vannak újabb tervek, akkor ezen kívül mit tervez még a jövő évre vonatkozóan? Ez lesz a meghatározó, azt hiszem, mert most kiderült, hogy igen, leköti a szabadnak itt vegyértékeimet. Ez lesz, és én elkezdem írni azt a nagy munkámat, amit ma olyan régen díjáltatok, és végre hozzáfogok. Azt miről hiszem, fog hogy ez szólni? Ez egy vallásökológiai tanulmány, amihez már a korábbi években sokat gyűjtöttem, és most is nagyon, nagyon hasznos dolgokat tudtam kiegészíteni. Ha jól tudom, akkor most is éppen török vendége van. Igen, mert Mesdou de Chesnol van nálam, akivel a Túróci krónikát fordítjuk. Ugye a Túróci krónikának részletei jelentek már meg angolul is és törökül is, és nagyon fontos a törökök szempontjából a magyarok története, ahogyan a Túróci János leírta. Most ezt a 170 oldal van kész eddig, és ezt ellenőrizzük, mert egy kicsit nehéz a nyelvezete, nem is egy idegen, nem is ért pontosan mindent, nem tudja, hogy hogyan kell értelmezni az országbíró fogalmát, vagy úgy egyáltalán. Egy csomó olyan dolog van, ami kérdéses, és most ezeket tesszük helyre. Nagyon érdekes, nagyon izgalmas ez is. Kedves nézőink, november 25-én 10 órától tehát minden érdeklődőt szeretettel várnak majd erre a konferenciára. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. További sikeres munkát kívánok. A konferencia sikerüljön jól, és a jövő évre vonatkozóan is azt kívánom, hogy a könyvek is nagyon sikeresek legyenek, és az újabb projektekhez sok erőt és jó munkát kívánok. Köszönöm, hogy itt volt. Én köszönöm. Kedves nézőink, már megköszönöm figyelmüket. Kedves nézőink, most az elmúlt napok fontosabb városi eseményeit összefoglaló karcagi híreink következnek. Köszöntöm nézőnket, Melegényi Márti Máriával beszélgetünk, hiszen a Varró István Szakiskola egy újabb programot hajtatott végre, a határtanul programban már nem első alkalommal kapcsolódtak be. Most milyen volt ez a program, kiket érintett? Valóban a Karcagi Szakképzési Centrum Varró István Szakgimnáziuma kollégiumban már most a 8. alkalommal kerül megrendezésre hasonló határtalan projekt. Először 2012-ben pályáztunk és nyertünk, akkor az asztalos szakmában tudtunk egy nagyon sikeres határtalan projektet lebonyolítani. Azóta több mint 8 alkalommal került már sor a projektek megszervezésére. Ezekben a projektekben részt vettek az asztalos tanulók, eladó tanulók, ezen kívül a szakközépiskolás tanulók számára is tudtunk két sikeres projektet szervezni. Most az idei projekt a Gépészkedjünk határok nélkül címmel indult, és nagyon örültünk, hogy sikerült ezt a projektet megszervezni, ugyanis a gépész szakma a mi iskolánkban hagyománynak számít, és eddig még gépész szakmában nem tudtunk ilyen projektet lebonyolítani, és most nagy örömünkre ez sikerült. Minden alkalommal azért a két iskoládiákai készítenek egy közös alkotást is. Itt mögöttünk azért javában szerelik azt a padot, ami úgy tudom, hogy erre az alkalomra készült. Valóban a projektek alkalmával minden alkalommal készül egy projekttermék. A korábbi projekttermékek azok általában olyan céllal készültek, hogy valamilyen szervezet számára jótékonysági
céllal felajánlottuk. Volt, hogy a Karcagi Kátai Gábor Kórháznak tudtunk gyerekbútorokat felajánlani, készíteni, gyártani. Aztán volt olyan alkalom, amikor a székelykeresztúri hátrányos helyzetű beteg gyerekek számára készítettünk fajátékokat és gyermekbútorokat. Most ebből az alkalomból padokat készítettünk, mert ez illeszkedik leginkább a gépész szakmához, magához a képzéshez, és ezeket a termékeket olyan céllal készítettük, hogy egy-egy pad a egy-egy iskolában kerül kihelyezése. Ez a pad itt konkrétan itt a Laktanyaúti telepünknél a műhely előtt lesz elhelyezve. Hát ez végül is szolgálja a tanulók szünetben való pihenését is. Gondolom, hogy azért a találkozó jó lehetőséget adott az egymás szakmájának és a képzésének a megismerésére is, de merre jártak még a vendégek? Természetesen, mint minden projekt, ebben a projektben is nagy szerepet játszott a szakmai együttműködésen, a szakmai együttmunkálkodáson túl a szabadidős programok, a kulturális programok. Amikor a mi tanulóink kint voltak a projekt keretében, akkor Székelykeresztúr és környékének a nevezetességeivel ismerkedtek meg, azon kívül, hogy meglátogattak néhány gépész vonatkozású vállalkozást is ott. Nagy öröm szolgált a diákoknak, hogy megismerhették ott Székelykeresztúron a Petőfivel kapcsolatos kultuszt és magát ezt a képet, amit ott arról kaptak. Aztán nagyon tetszettek a hegyek, ami ugye Magyarországon nem nagyon található. A székelykeresztúri tanulók pedig, mikor itt voltak, akkor ugye külön kérés volt, hogy a Karcag és környéki termálfürdőket látogathassák meg, mivel hogy náluk erre nem kerülhet sor. Természetesen ezen kívül voltak nagyobb városokban, Debrecenben, megismerkedtek Debrecen nevezetességeivel, voltak Kecskeméten, ahol tudjuk, hogy számtalan kulturális programban vehet részt az odalátogató. Azon kívül ellátogattak Törökszentmiklósra a Klassz Hungária Kft. Műhelyébe, ahol tényleg magas szintű csúcs technológiával ismerkedhettek meg a szakmához kapcsolódóan. Akkor azt gondolom, hogy ez igen tartalmas projekt volt, melyhez mennyi támogatást nyertek? Igen, hát a tartalmas programot csak úgy tudjuk megvalósítani, hogyha ehhez ugye biztosítják a megfelelő támogatást. Erre a projektre 1.384.000 forint támogatást kaptunk, ami elsősorban a tanulók utaztatását és szállását fedezte. Nagyon sok karcagi vállalkozó segíti egyébként ezen kívül a program lebonyolítását, mert csak ez a támogatás ugye nem volna elég a szabadidős programok megszervezésére. Akkor hasonló sikeres pályázatokat kívánunk még önöknek. Köszönjük szépen! Győri József szakoktatóval beszélgettünk arról, hogy hogyan is készült ez a közös pad, hiszen mögöttünk van egy gép, amely most dolgozik, de mi is történik itt pontosan? Hát most a címert marjuk bele, a Varrónak a címerét és a Zeik Domokos iskolának a címerét, amit elkészítünk, amit a padra fogunk felfogatni. És ez a közös munkának a gyümölcse lesz. Tudom, hogy a vendégeknek ez a gép is újdonság volt, hiszen náluk nincsenek ilyen korszerű gépek. Mi is ez pontosan? Ez egy megmunkáló központ, náluk nincsenek ilyenek, persze ők csodálták ezt, hogy ilyen így készítjük el ezt a címert. Náluk kezdetleges még a dolog, ahol kint voltunk, ez az egész gépész részleg még náluk most kezdődik el, nincsenek még beruházások. Egy-két Esztergaa gép van, azok pedig nem ilyen korszerűek. Igen, és még beszélgetünk közben, itt rajzolódik mögöttünk kifele a Varró címere, hogyha ez a gép nem lenne, akkor körülbelül ugyanezt mennyi idő alatt lehetne megvalósítani? Hát ezt így nem tudnánk leprogramozni, ezek CAM programokkal készülnek, tehát ezek nem kézzel programozottak, hanem rajz alapján készíti el a számítógép a programot. De akkor tényleg mindjárt kész is van, de beszéljünk egy picit arról a padról, amelyet közösen alkottak, tehát ez a padnak a részére fog kerülni, a hátámra részére fognak kerülni ezek a címerek, de hogyan készült a pad? Hát közös megtervezés után, közös munkába, tehát közösen daraboltuk le, közösen összehegesztettük, lefestettük a székelykeresztúriakkal, tehát minden közös munka volt, és
így készült el a pad végül is. Hát. Tehát akkor azt gondolom, hogy ez a közös alkotás egy picit a mindkét iskola diákjait is összéphozta. Persze, persze. A közös munkában egy egész napot, illetve két napot is eltöltöttek itt, ahol barátkoztak, ismerkedtek, beszélgettek, kipróbáltak olyan gépeket, amit otthon ők nem tudnak kipróbálni, és akkor így készült el végül is. Na akkor még sok hasonló közös alkotást kívánok, és akkor használják ki ennek a gépnek minden előnyét. Köszönjük szépen! Köszönjük. Köszöntöm nézőinket, Karcai Nagy Zoltánnal, a 6-os számú választókerület képviselővel beszélgettünk, bár az időjárás nem éppen kegyes hozzánk, de egy nagyon régóta várt beruházás valósult itt meg a Baross utcában. Mi is ez pontosan? Igen, megvalósult ez a beruházás. Köszöntöm a Karcak Televízió kedves nézőit, és ez az esős idő pontosan indokolja is, hogy miért volt fontos ez a beruházás. Egy útalap készült el a Baross utcán, lakosság összefogása, önkormányzati támogatással, és hát tulajdonképpen ezért találkoztunk most itt, hogy erről beszéljünk. Tehát egy Baross utcai zugról beszélünk, ahol azért laknak többen, és nem 10 méterről van szó, tehát azért nem volt egyszerű bejutni. Hogyan sikerült megszervezni ezt? A fogadó órámon indult el a dolog, egyébként már régi vágyom nekem is, hogy ez teljesüljön, és természetesen az itt lakóknak is régi vágya volt. Aztán Tóth Péter és kedves felesége megkeresett a fogadó órámon, ott terveztük el ezt az egész dolognak a megvalósítását, és elindultunk azon az úton, ami végül is megoldáshoz vezetett. Bonyolult volt a helyzet, mert még a vízelvezető árkot is el kellett készíteni a városgondokság szakembereinek, és csak utána kerülhetett sor az útalap kiásásához, az útalap bekavicsozásához, betöltéséhez, és hát ebben az esős időben láthatjuk is, hogy micsoda jót szolgálatot jelent a körzet lakóinak, hiszen itt az udvaron is, hogyha szétnézünk, akárhogy is töltötték kavicssal, sáros az udvar, viszont ha innen már kimegy, akkor az útalapon kényelmesen tud közlekedni, akár kerékpárral, motorkerékpárral, autóval, vagy bármivel. Akkor reméljük, hogy esetlegesen majd lesz arra is pénz, hogy aszfalt is kerüljön erre, de már így sokkal könnyebb az itt lakóknak. Igen, hát ezt nem merjük ígérni, majd a anyagiak függvénye természetesen, de nagyon szépen köszönöm polgármester úrnak, Dobos Lászlónak, Gyurcsek János alpolgármester úrnak és az egész képviselőtestületnek a támogatását, hogy ez elkészülhetett. És a városgondokság vezetésének, dolgozóinak a precíz, szakszerű munkát, amit elvégeztek, hiszen ez mindannyiunk javára szolgál. És én is igazán örülök neki, hogy ez létrejött. Köszönjük szépen! Én is köszönöm szépen! Az előbb képviselő említette már, hogy Tóth Péter és felesége volt az, aki megkereste őt a fogadó óráján. Mióta laknak itt ebben az zugban? 25 éve lakunk ebben az zugban. Mikor ide költöztünk, akkor hála jó Istennek nagyon jó volt az zug állapota. Aztán évek folyamán, ahogy természetesen a talajvíz, meg a többi, ahogy növekedett, ezáltal hát végül is eléggé rossz helyzet alakult itt ki. Gondolom, hogy nem is a legmesszebb lakik, de így is nehéz volt kimenni a Baross utcára. Ez most mekkora könnyebbséget jelent? Hát ez egy óriási könnyebbség, mert itt tényleg az, hogy hát nálunk, hogy gáztüzelés nincs, fával tüzelünk, és hát tavaly is a kolléganőjéknek elakadt a autó, tehát hát rengeteg probléma volt. Most meg annyi, hogy kijövünk, hát tessék nézni itt a feltöltött, én általam feltöltött udvar, de nagyon csúszik, kimegyünk oda onnan, meg hát mintha egy autópályán közlekednék. Hány családot érint ez itt? Hát tulajdonképpen 11 család van, hát most van, aki már nem lakik itt, de tulajdonképpen 11 családról van szó. Úgy tudom, hogy nem csak anyagilag, hanem másban is segítették a beruházást. Természetesen, hiszen a képviselő úrral folyamatosan tartottuk a kapcsolatot, illetve hát segítettek itt a lakók is abban, hogy a teherautók meg tudjanak fordulni, meg hát minden olyan jellegű segítséget megadtunk mi is, amit tulajdonképpen kaptunk, és hát a városgondnokság a összes munkatársa tényleg nagyszerű teljesítmény nyújtva nagyon szép munkát végeztek, és mi nagyon örülünk ennek. Hát akkor én kívánom, hogy minden álmuk és vágyuk így teljesüljön, hogyha előbb-utóbb minden megvalósul, akkor még könnyebb lesz itt élniük. Jó egészséget kívánok a Baross utcai zug lakóinak. Ugyanezt kívánjuk mi is, nagyon szépen köszönjük.
Köszöntöm nézőket, Kunin Nánási Mónikával, Táncsicskorú 19-es óvodatagóvoda vezetőivel beszélgetünk. Az időjárás nem volt önökhöz kegyes, hiszen a születi napot azt el kellett halasztani, és most is esik az eső, de beszéljünk erről a mai napról. Mi lett volna eredetileg a terv, és mit tudnak ebből ma megvalósítani? Sok szeretettel köszöntöm én is a kedves nézőket. Igen, sajnos az időjárás az nem kedvez nekünk. Ma is esik az eső. Ez az óvodánkban már egy évek óta hagyományos program, hogy ősszel egy születi mulatságot rendezünk, ahol az újonnan érkezett kis csoportosokat befogadjuk az óvodánkba. Sajnos ez ma nem tud megvalósulni, mert nem tudunk ennyi gyermeket és szülőt vendégül látni az épületben. Így aztán ma csak a nagycsoportos gyermekeink fogják előadni a születi műsorukat a szülőknek. De akkor beszéljünk egy picit azért mégis a kicsikről. Hányan érkeztek szeptemberben? Ebben a tanévben 49 kis csoportos gyermek kezdte meg nálunk az óvodai életét, és elmondhatom, hogy nagyon ügyes gyermekek járnak hozzánk, hiszen már mindenki beszokott, és egyre boldogabban, egyre mosolygósabban érkeznek hozzánk az óvodába. És hát gondolom azért a nagyobbak is terelgetik őket, tehát kezdenek összebarátkozni, alakulnak kis barátságok is. Így igaz, nagy segítségünkre vannak a nagyok, bár nálunk tiszta csoporttal működik az óvoda, és kis csoportosok vannak ugye 25-en, illetve 24-en egy-egy csoportban, de a nagyok nagy segítségükre vannak a óvónéniknek. És hát gondolom azért azt is látják, hogy mindenki azt a jelet kapta, amit szeretett volna, tehát biztos vannak ilyen kívánságműsorok is, de hogyan látja, mennyire érdeklődnek a gyerekek már az új dolgok iránt, mennyire fogékonyak? Nagyon nyitottak a gyerekeink, elmondhatjuk, hála jó Istennek, hogy nagyon érdeklődő kis csoportosaink vannak. Természetesen a jeleknél figyelembe vettük azt, hogy ki mit szeretne, illetve aki bölcsödéből érkezett, azoknak meghagytuk azt a jelet, amit az bölcsödébe már kaptak. És hát szerencsénkre mondhatom tényleg azt, hogy érdeklődik és nyitottak minden tevékenység iránt, úgyhogy jó kis gyermekanyagunk van. Akkor azt gondolom, ez előrevetíti, hogy sikeres lesz az idei tanév a kicsik részére is. Én akkor azt kívánom, hogy ennél egy picit jobb időt a kinti rendezvényekhez máskor, de eredményes tanévet. Nagyon szépen köszönöm. Köszöntöm nézőnk, itt a sportcsarnokban vagyunk, és a Kejfej Jancsi vetélkedőn. Az időjárás egy kicsit közbeszólt, és a biztonság érdekében most nem a zöld faluban beszélgetünk Gyulainé Nagy Zsuzsannával, aki az egésznek az összefogója, hanem itt a sportcsarnokban. Nagyon izgulnak már a gyerekek is, gondolom, hogy sokat készültek, de beszéljünk a Kejfej Jancsiról. Honnan jött ez a név? A Madarász Imre Egyesített Óvoda immáron 18. alkalommal rendezi meg a Kejfej Jancsi ügyességi vetélkedőt. Itt a nagycsoportos óvodás gyerekek és a szüleik vetélkednek. Hát igen, lassan eléri a nagykorúságát ez a rendezvény, és minden évben nagy-nagy örömmel készülődnek rá az óvónénik, a gyerekek és a szülők is. Gondolom az elnevezés is a gyerekekre utal, ez a Kejfej Jancsi a játék, hiszen itt nagyon ötletes a kis póló is, tehát mutat arra, hogy miről is szól, de igazából itt azért annyira nehéz feladatok nincsenek. Igen, tehát ezeket a gyerekek nap mint nap gyakorolják úgymond az óvodába, a játékok során, de azért én úgy gondolom, mire a 9 pályán végigérnek a gyerekek, bizony azért elfáradnak, és minden képességüket megmozgatják, ami a mozgással kapcsolatos. És hát azt gondolom, hogy a szülők is elfáradnak azért, hiszen vannak azért köztük, akik rendszeresen sportolnak, van, akik ilyenkor csak a csoport kedvéért szállnak be. Csoportonként versenyeznek, vagy óvodánként? Igen, óvodánként zajlik a verseny, és minden óvoda külön készül ugye erre a vetélkedőre. A csapatok 8 gyerekből és 4 felnőttből állnak, és hát a szülők is nagyon, nagyon örülnek ennek a lehetőségnek, hogy ők is részt vehetnek ebben. Igyekeztünk nem csak úgymond sportos feladatokat beletenni, hanem azért a humort sem maradhat el, úgyhogy ezt úgy próbáltuk összevegyíteni a kettőt. És hát azért a tét is nagy, hiszen ott van az asztalon egy gyönyörű kupa, amilyen minden évben harcba szállnak a csapatok. Tavaly ki volt a győztes? Igen, ez egy jó kérdés, jó felvetés, hiszen ez egy vándorkupa, és 2014-ben, 15-ben a Csokonai úti óvoda nyerte meg ezt a kupát, és hát nem tudom, hogy ennek a délutánnak mi lesz a végeredménye, de ha harmadjára is megnyerik ezt a versenyt, akkor a Vándorkupa otthonra fog találni a Csokonai óvodában.
Akkor azt gondolom, hogy most tényleg nagyon szurkolni kell mindenkinek, hiszen a csokisok biztos, hogy bizonyítani akarnak, többiek pedig el akarják tőlük nyerni ezt a kupát. Én azt kívánom, hogy legyen sikeres ez a mai nap, és még sok hasonlót tartsanak. Igen, nagyon szépen köszönöm, és én is nagyon szurkolok, hogy mindenki nagyon jól érezze magát a mai délutánon. Köszöntöm nézőinket, Plósz Csillával, a Karcegi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézmény vezetőjével beszélgettünk itt a művészeti iskolában, hiszen hamarosan egy aláírásra fog sor kerülni, hogy mi is ezt pontosan erről kérdezem igazgatóasszonyt. Mint ismeretes, Karcag és Moravica, két település, több mint 20 éve tart fönn egymással kapcsolatot. Ez idő alatt a két település intézményei is egyfajta együttműködést alakítottak ki. Konkrétan a Moravici Idős Kovács Gyula Általános Iskola és a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kovács Mihály Általános Iskolai tagintézménye. A két iskola között 2009 óta folyik együttműködés, ami szakmai oldalon, illetve különböző programok szervezésében nyilvánul meg. Aki követte a közösség oldalon, az láthatta, hogy a karcagiak nemrég voltak Bácskos útfalván, hiszen ma már így használja a Moravica a nevét, és akkor úgy tudom, hogy most ők jöttek egy viszontlátogatásra Karcagra. Igen, ez már a sokadik oda-vissza látogatás, hiszen, mint mondottam, 2009-től kezdődött ez a kapcsolat. 2010-ben a Kovács Mihály Tagintézmény egész nevelőtestülete vett részt Moravicán egy szakmai látogatáson, aztán 2011-ben ők érkeztek hozzánk, és olyan szakmai programokat szerveztünk, például említem itt a sajátos nevelési igényű tanulók megsegítésének módszertana, ez volt az egyik közös programunknak a témája. Aztán segítettünk megvalósítani egy moravici pályázatot is. Ennek alkalmával a mi pedagógusaink látogattak ki, és tartottak műhelyfoglalkozást, előadást az interaktív tábla használatáról, illetve arról, hogy hogyan lehet a gyerekeket motiválni a tanulásban. Aztán a moravici gyerekek is érkeztek hozzánk, itt bemutattuk az iskolánkat, a városunkat, és különböző olyan programokat szerveztünk, ahol bízom benne, hogy jól érezték magukat a gyerekek, és egyidejűleg lehetőséget adott a még mélyebb megismerkedésre, a kapcsolatok ápolására is. Aztán a Kovácsos Gyermekekért Egyesület és a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola közös rendezésében, ugye a Kunbarikum projektünkben is részt vettek a moravici iskolások a nyáron, a második birkafőző fesztiválon. Segíti a moravici iskola mindig a határtalanul pályázataink megvalósítását. Tehát számos olyan program és projekt valósult meg együtt, közösen, ami elősegíti egyrészt azt, hogy a pedagógusok kicseréljék a tapasztalataikat, a két iskola a jó gyakorlataikat megossza egymással, mindezt a gyerekek érdekében. És hát én arra is emlékszem, hogy a városi segítséghez is mindig csatlakoztak, hiszen Karcag Városi Önkormányzata több alkalommal segítette már a Bácskos útfalmaiakat, és azért ilyenkor a kovácsosok is kivették ebből a részüket. Ez így van, tehát minden olyan alkalommal, amikor a moravici testvér településről ugye ide látogattak a vendégek, az iskola mindig oroszlán részt vállalt akár a programok szervezésében, vagy a vendégek ellátásában. Én bízom benne, hogy ez a kapcsolat, a két iskola közötti kapcsolat erősíti a két város közötti kapcsolatot is, hiszen a barátságok kiépítése úgy gondolom az ifjúságnál kezdődik, akik ha barátságokat kötnek, felnőve tovább tudják ápolni a két város közötti kapcsolatot, és ők tudják előrevinni ezeket, ami úgy gondolom hasznos mindkét város fejlődése érdekében.
Azt gondolom, hogy ma attól, hogy aláírják ezt a megállapodást, ez a kapcsolat ugyanúgy működni fog tovább, de ennek azt gondolom, hogy majd később meg esetleg pályázatnál, meg különböző támogatások elnyerésénél lesz nagy lehetősége, vagy jelentősége. Igen, így van, hiszen számos olyan pályázat kerül most már kiírásra, ahol olyan szervezetek pályázhatnak, akik együttműködnek egy másik szervezettel, és ez ilyen szempontból is igen hasznos lehet. Ugye most aláírásra kerül egy együttműködési megállapodás, tehát papírra vetjük az eddigi együttes tevékenységeinket, de úgy gondolom, hogy ez csak egy állomása a további kapcsolatok ápolásának, és ez innentől kezdve is még fejlődni fog. Én azt kívánom, hogy az utolsó szavaiba belekapuszkodva még jobban fejlődjön ez a kapcsolat, és akkor sokan jöjjenek ide, és esetlegesen induljon el tényleg ez a cselekapcsolat még nagyobb formában. Köszönjük szépen! Nagyon szépen köszönöm az érdeklődést, és igen, valósuljon ez meg! Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk a Csipke csodák között a Déri Néni Kulturális Központban, és ahogy a Erdélyi Tél Lila is elmondta a megnyitójában, a csipke keresi a mai helyét. Itt láttunk egy nagyon szép csipkés megterített asztalt, amiért külön díjat is kapott a készítője Őrsi Adrián. Először is szeretnék neked ehhez gratulálni, és mesélj erről az asztalról. Hát nagyon szépen köszönöm. Hát ezt az asztalt ezt úgy csináltuk, hogy anyukám ugye benne van a karcagi csipkekörbe, és onnan kaptam kölcsönbe a csipkét, és hát megterítettem rá, hát ilyen magyarországi, hungarikumos ételekkel próbáltam beletenni, és persze a csipke jellegzetességét is próbáltam követni. Mondjuk el azért, hogy ez egy pelikán kupa, ez egy nagy versenye pincéreknek, szakácsoknak, mindenkinek, és akkor te a pincér kategóriában indultál, és így állt össze ez a teríték. De mennyire volt egyszerű összehozni a csipkét és a mai modern terítést? Hát nehéz volt, de aztán végül sikerült megoldani. Ugye régebben ugyanúgy terítettek, aztán nem volt olyan nehéz. És hát itt a Pelikán kupán is nagyon sok mindenkinek tetszett, nagyon örültek neki, ezért is kaptam a külön díjat, úgyhogy jó volt. Tehát gondolom, hogy Őrsini Pető Anna anyukától azért nagyon sok segítséget kaptál, és mennyire tanultad te is meg a csipkeverést? Na hát anyukám próbált tanítani, de kisebb-nagyobb sikerrel azért valamennyit tudok én is hozzászólni, de inkább anyukámnak meghagyom, neki jobban megy. Az Illésében tanulsz kisőszálláson, a Illési gasztrokupán is indulsz? Igen, indultam sokszor már, de már ugye, hogy végeztem a szakmával, így már csak felnőttként indulhatnék. De ott is sok sikert értem el, harmadik helyezést, meg részvétel is nagyon jó volt, a hangulat is nagyon jó volt, kedvesen fogadtak, a zsűri is nagyon rendes volt tényleg, segítettek, hogyha valamit esetleg elrontottam, úgyhogy nagyon jó ott is a hangulat. Itt azért a terítéshez van menüsor is, mit ajánlanál? Az étlapodat esetleg kölcsön is vehetjük. Amivel kezdjük, az egy libabán pástétom, kökényhabbal, ahhoz ugye hidegelő ételként adom, és hozzá a tokai aszú, öt puttonyos, ami szintén hungarikum, és hát utána ugyebár egy levest ajánlok, gyöngytyúklevest, petrezselymes daragaluskával, utána egy hortobágyi húsos palacsintát, az is ugyebár olyan hungarikum, utána egy birsalmaszorbetet, és végül a főételként egy szürke marha bélszint rókagomba kérekben, és hát ez is azért a szürke marha, az is hungarikum, tehát így próbáltam beletenni az étlapba is a hungarikumokat. Utána a desszertként pedig egy húzott túrós rétest, ilyen eperkrémmel, meg hát persze fekete kávét zárásképpen, és hát mindenhez próbáltam ugyebár a nagykunsági kékfrankos rozét tenni, akkor polgár, cabernet franc, barik bort, Szent István pezsgőt a desszerthez, édes persze. Úgyhogy így próbáltam követni itt is, hogy a hungarikumok meglegyenek, meg hát ugyebár a csipke. Ahogy látszik is, az első lapján ugyebár a csipke van. Én azt gondolom, hogy ez úgy elmondva
megkóstolva még igazibb lenne, de én azt kívánom azért, hogy sok-sok sikered legyen még, és akkor tanuld meg te is anyától a csipkeverés foltéjait. Rendben, rendben, megfogadom. Ahogy a megnyitójában Erdélyi Téli Illa mondta, azért van egy kis kummadarasi kötődése, hiszen beszélt a nagymamájáról, aki még Rebuska néninek történeteit önnek elmesélhette. Itt vagyunk a gyönyörű csipke csodák között. Önnek ezek mennyire tetszenek? Én is csipkekészítő lévén 10 éves koromban tanultam meg a csipkét, és a karcagi típusú csipkét tanultam meg először, és igazából ennek a hagyományai mentén aztán később megtanultam rengeteg másfajta vert csipke technikát, és nem vert csipke technikákat is, viszont valahogy úgy hozza az élet, hogy mindig visszatérek hozzá. Például, amikor az Iparművészeti Múzeumban elkezdtem dolgozni, az első kiállításom az pont a kunsági csipke volt 2004-ben. És most is, hogy megnyithattam ezt a kiállítást, illetve Fejesné Gabi néninek a könyvében is néprajzi, hát lektorként vagy mentorként segítettem, ez nekem ez egy pluszt adott, egy lelki pluszt is. Nyilván amellett, hogy szakmailag is nagyon sokat kaptam én is ettől az anyagtól, én is igyekeztem adni, amit tudtam, de nagyon sok olyan anyagot kaptam, mind fotókat, mind technikai alapokat, mind olyan más szemléletmódot, amit eddig én még ezt nem tapasztaltam ebben a technikában. A beszédében elmondta, illetve a megnyitójában elmondta, hogy keresi magát a csipke, hogy hogyan is tudna a mai rohanó világunkban helyet kapni, és azért itt láthattunk nagyon szép ruhákat. Itt az előbb láthattuk, hogy terítésnél hogyan lehet használni. Láttunk lámpaelnyűt is csipkéből, tehát hogyan látja, van jövője így a vert csipkének? Van jövője mindenképpen, mind a lakáskultúrában, mind az öltözködésben, csak egy kicsit más képpen. Ugye régen az asztalterítőkön használták, nagy polgári asztalok manapság már nem igazán jellegzetesek, nem igazán vannak. Mondjuk zongorákat még a nagy polgári lakásokban még ugye lehet találni, viszont már mai hagyományok nem annyira kedveznek ezeknek a régi daraboknak, meg hát valljuk be, tisztítani is elég nehéz. Öltözködésben inkább a kisebb, finomabb darabokat tudnám javasolni, meg olyan részeket, ami különlegesen kiemelnek egy-egy vonalat, akár a karcsúsító vonalak mentén, akár egy pici kis feltűnő kiegészítés révén, és akár színeket is alkalmazzanak a csipkekészítők, ha tettek egy ilyen javaslatot, de csak finoman, nem harsány, nem sok szín, csak finoman kiemelésre, és a három dimenzió is előtérbe kerülhet. Mondjuk így nézem itt ezeket a gyönyörű csipkeket, hogy belegondoltam a színekbe, amit ön mondott, tehát kékben, meg zöldben, meg pirosban nem igazán tudnám elképzelni. Függönyökön például, konyhafüggönyön, gyönyörű zöldhöz, vagy kiegészítőkhöz, akár egy ilyen szalvétához, ünnepi szalvétának a szélére nyilván levehetően a tisztításhoz, gyönyörű szépek tudnak lenni, akár egy színben, egy markáns színben, nem huhogóban, hanem hogy egy sötét zöld világossával kombinálva, de csak nagyon pici eltéréssel, a finom mintákat kihangsúlyozandó mind gyönyörűen tudnak mutatni. Hát akkor reméljük, hogy a karcagi csipkeverők is megfogadják ezt a tanácsot, és egy picit ők is színesebbek lesznek, de maradnak ilyen gyönyörűek. Én akkor azt kívánom, hogy töltekezzen föl, hiszen látszik, hogy nagy örömmel jött ide, töltekezzen föl itt a csipkék között, és akkor találkozunk még sokszor Karcagon. Nagyon szépen köszönöm, és igyekszem jönni legközelebb is. Tóth Boglárkával beszélgetek, aki a negyedik generációs csipke készítő. Itt gyönyörű munkákat láthatunk, és azt gondolom, hogy az is egy példaértékű, ahogy önök megőrzik a dédnagymama, hiszen önnek dédnagymama volt Rebuska néni és a nagymama örökségét. Egy nagyon nagy hagyomány ez a mi családunkban, hiszen mindenki már kislánykora óta az orsok között nőtt fel. Én is kislánykoromban is már nagyon-nagyon vártam azt, hogy a dédnagymama, a nagymama egy-egy munkát befejezzen, és én szedhettem ki a gombostűket, az akkor valami fantasztikus dolog volt. Most ezt a részét kedvelem a legkevésbé, de körülbelül egy olyan másfél évvel ezelőtt már én is elkezdtem komolyan foglalkozni vele, az addig csak nagyon hobbi szinten ment a dolog, és azóta már a tervezés az, ami a legnagyobb örömet okozza. Nagyon szeretem magát a készítést is, de amikor egy tervel készül, akkor már tudom, hogy az működni fog, és az jól fog kinézni.
És hát igen, itt működik, hiszen látunk lámpaernyőt, ami az ő munkája, látunk baglyot, amiről a megnyitóban is szó volt, hogy a gyermekjátékokat is be lehet vonzani valamilyen szinten a csipkébe. Ezek ilyen tudatos dolgok már? Én is elkezdtem a Hagyományok Házában zsűriztetni, ahol egyértelműen a hagyományos dolgokra megy a hangsúly, és édesanyám munkáiban látható az, hogy gyönyörűen követi a hagyományos vonalakat. Én is próbálok afelé tendálódni, viszont engem feszegetnek ezek a határok. Tehát engem nagyon foglalkoztat az, hogy mit lehet egy kicsit másképp, mit lehet még használhatóbbra tenni. Mi az, ami olyasmi, amit talán még senki nem csinált rajtam kívül. Nyilván ez nagyon nehéz kitalálni, én nagyon sokat ülök a internet előtt és kutatok csipkés dolgokat, és nem azt kutatom, hogy mi az, amit én is meg tudnék csinálni, hanem azt, hogy mi az, ami nincs, mi az, amit nem találok. És akkor abból lehet egy kicsit tovább építkezni, és ez úgy gondolom, hogy a negyedik generációhoz már egy hozzáillő hozzáállás. Kicsit fiatal korából is adódik ez, de beszéljünk egy picit arról, mi nem beszéltünk, hogy mennyi idő alatt jutunk el a tervtől a megvalósításig. Tehát mondjuk a dédmamának az a hatalmas nagy terítője, az körülbelül mennyi idő alatt készülhetett el akkor? Ezt elképzelni sem tudom, ezt nagyon sokan kérdezték tőlem már korábban és ma este is. Én úgy gondolom, hogy az elkészítése az egy több hónapot igénybe vesz, fél évet vagy akár egy évet is. Ugye a terveknél, főleg a hagyományos mintáknál jellemző egy nagyon nagy szimmetria, ami egy kicsit könnyíti is a helyzetet, tehát egy akkora terítő az háromféle elemből áll. Egy elemből van egy darab, a középső elemből 8 és a szélső elemből 16, így van 25 darabból összevarva, viszont megtervezni 3 darabot kellett. De az, hogy ezek tökéletesen passzoljanak egymáshoz, még az is egy tervező munkának az eredménye. Én úgy gondolom, hogy ha maga a tervezés nem volt olyan hosszú, mint az elkészítés, de az is igénybe vehetett akár 1-2 hónapot is. Most a negyedik generáció ön, az ön édesanyja a harmadik, tehát gondolom azért rivalizálás nincs a családban, de mennyire hallgatnak egymással, mennyire adnak tanácsot egymásnak, vagy kifigyeli jobban, hogy miben tud segíteni a másiknak. Gondolom, hogy az édesanyja azért az úgy figyeli az új irányvonalakat, de ki segít kinek? Hát természetesen egy jó anya-lánya kapcsolatban megy az adott kapok, itt jó értelemben értem, mind a ketten elmondjuk a megjegyzéseinket a másik munkájáról, adunk ötleteket a másikhoz, amit aztán a másik vagy elfogad, vagy nem. Gondolom azért így készültek a kistáskák is, tehát teljesen más stílusban van mind a kettő, hiszen az öné a felső, a anyukájáé a középső, tehát színben is és világában is teljesen más. Akkor láthatunk itt blúzokat, szoknyákat, tehát azt hiszem, hogy itt mindenki föl tudna öltözni. Igen, törekszünk arra, hogy minél többféle felhasználást meg tudjunk mutatni, és ez természetesen az alkotási folyamatban is egy külön kihívás és külön érdekesség. És hát én azt kívánom, hogy legyen ötödik generáció is, aki ezt tovább viszi, és akkor ön is oktathassa majd így, és vitatkozhasson esetleg majd a leendő gyermekével, hogy ezt kislányom nem így kellene csinálni. Ez azt hiszem, hogy mindenkinek nagyon jó, és én kívánom, hogy sokáig őrizzék még a dédmama és a mama hagyatékát. Köszönjük szépen! Fejesné Koppány Gabriellával beszélgetünk itt a saját munkái előtt, bár ugyan szerette volna, hogy a kúrózsákhoz állunk, de azt gondolom, hogy az ön munkái is vannak ugyanolyan csodálatosak, mint a többieké. Tiszafüredet már megjárt ez a kiállítás, most hazajöttek. Milyen érzés itthon bemutatni ezeket a munkákat? Elmondhatatlan, hisz itthon vagyunk, itt születtünk, és hát elsősorban a szülőföldünknek kell megfelelni. Bár van egy olyan mondás, hogy a próféta nem igazán próféta saját hazájába, de nagy megtiszteltetés, hogy éppen itt lehetünk ebbe a gyönyörű terembe. Látjuk azért, hogy ön is és a körtagjai is újra gondolnak néhány dolgot, tehát megfogadják az erdei télél a tanácsát, hogy a mai korhoz is egy picit alkalmazkodjanak, megtartva a hagyományokat. Igen, hát ez a csipkekör tagoknak az érdeme, mert én elhatároztam, hogy
Én kötöm magam ahhoz a szemléletmódhoz, hogy én a fiúknak dolgozok, hogy amikor majd újabb 100 év múlva előkerül ez a vercsipke, akkor kihúzzák a fiókot, és megtalálják a szép hagyományosat. Aki viszont fiatalabb, nyilván már gondolkodik abba, hogy az új kornak megfelelően alkalmazzon bizonyos motivumokat. De arra mindenképpen törekszünk, hogy a motivumvilág ne vesszen el. És hát a Kun Rózsa azért sok-sok munkán vissza is köszön. Így van, így van. A Kun Rózsa, a bimbó, a gömbkanyar, a levelek, tehát ezek a jellegzetes, rusztikus motivumok, ezek elengedhetetlenek a nagykunsági mintavilágban. Én azt kívánom, hogy még nagyon sokáig, azért ne csak a fióknak készüljenek ezek a dolgok, hanem ilyen hasonló szép tálatokon is, és hát a kör tagjainak is hasonló aktív csipkés éveket kívánok még. Köszönjük szépen, és az, hogy nem csak a fiók fogadja magába a vercsipkéket, arra egy nagyon jó példa ez a nagy asztalterítő, amit az két unokám nőtt fel rajta, mosták, vasalták, és ugyanakkor, ha jó technikával, megfelelő funalból készíti az ember, és ugye kell hozzá egy kis szív is, akkor bizony kibírja hát ilyen házi hétköznapokat is, és örülök neki, hogy az unokáim ilyen szépségek között növekednek, és értékelik is, és használják is. Azt gondolom, hogy ők is ugyanígy örülnek ennek, úgyhogy én még egyszer nagyon szép alkotóéveket kívánok még, és köszönjük szépen. Köszönjük szépen, átadom valamennyi csipkekörtagnak, mert nekik is mindnyájunknak nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetünk. Köszönjük szépen. Kedves nézőink, most pedig Háttér című magazinműsorunk következik. Köszöntöm nézőinket az Ifjúsági Házban, gyönyörű gyermekrajzok előtt állunk Kovács Szilviával, hiszen ismét meghirdett az Én kis kertet kelteltem, és gyönyörű rajzok születtek, tehát én azt hiszem, hogy csak így leülni és nézni is nagyon jó, de beszéljünk egy picit arról, hogy hányan pályáztak. Így van, második alkalommal 2014 után, idén 2016-ban is meghirdettem az Én kis kertet kerteltem országos gyermekrajz pályázatot, amelyre szintén megint közel 3000 rajz érkezett. Az ország mondhatni szinte minden tájáról, nagyon sok nagy és nagyon sok apró pici településről. És így van, gyönyörű rajzok érkeztek, szinte mestermunkák ezek. Én úgy gondolom, hogy egyik másik mellett akár egy egész életet is le lehet élni, hiszen üdítőek, színesek, tartalmasak, és nagyban tükrözik a gyerekek fantáziavilágát, gazdag érzelmi világát, képi világát, és nagyon ügyesen vannak technikailag kivitelezve. És hát itt én megnézegettem a képeket, biztos, hogy van olyan, aki a saját élményeit rajzolta le, van, aki az óvodás élményeit, tehát volt egyéni és csoportos kategória is. Így van, 7 kategória volt, óvodás kategóriában egyéni csoportos, ugyanez történt az általános iskola alsó tagozatában. Felső tagozatban egy kategória volt, hiszen a felsős csak valljuk be őszintén már nem rajzolnak olyan szívesen, mással vannak elfoglalva, és az alapfokú művészeti iskoláknál szintén volt egyéni és csoportos díjazás. És én úgy gondolom, hogy minden kategóriában méltó gyönyörű rajzok születtek. Azt hiszem, hogy nem volt egyszerű dolga a zsűrinek. Beszéljünk egy picit a zsűriről, kik nézték át ezeket a gyönyörű munkákat. Tulajdonképpen majdnem változatlan volt a 2014-es zsűri összetétele. Györfi Sándor, karcegi szobrászművész, Magyarország érdemes művésze volt a zsűri elnöke. Jó magam mellett volt Varga tanárnéni, Varga Istvánné, az én rajztanárnénim, szintén zsűri tag volt, és Szilágyené Baranyi Judit volt még zsűri tag, és így zsűriztük az országos eredményeket, így hoztuk meg. Bizony nagyon nehéz dolga volt a zsűrinek, és
tavalyi 200 díj tükrében igyekeztünk a 200 alatt maradni, de nem tudtuk ezt megvalósítani, úgyhogy 200 fölé csúsztunk, de így is nagyon sok olyan szép rajz maradt ki az országos díjazásból, amelyiknek talán ott lett volna a helye. De én úgy gondolom, hogy nem is az a lényeg, hogy valaki országos díjazott lett vagy sem, hanem hogy részt vett ezen a versenyen, megrajzolta a kertjét, vagy az álmai kertjét, és hogyha ez utóbbi tette, én bízom abban, hogy az majd egyszer az életében valamikor meg is tud valósulni. Az országos díjátadás már megvolt itt ma, azokból lett válogatva a legjobb alkotásokból, hiszen nem fért ki mind, és a Karcagy Óvodások és Iskolások legjobb alkotásait nézhetjük most itt meg. Így van, nagyon büszke vagyok Karcagra, bár most Karcagra nem született országos díj, de tényleg nem ez számít, hanem az, hogy szinte Karcagról volt a legtöbb rajzolónk. 55 rajzot láthattunk karcagiaktól, 54 pályázó munkái ezek. Én úgy gondolom, hogy mindenki büszke lehet a munkájára, és én biztatok mindenkit arra, hogy jövő év után szintén lesz ez a rajzpályázat, és ha óvodás, ha általános iskolás, rajzoljon még, és tovább öregbítse Karcag nevét, és tovább gazdagítsa a rajzoknak a tárházát. Itt most megnézve ezt a több mint 100 képet gyönyörűek, tényleg egy nagy falat kellene a városban találni, ahol ezeket ki is lehetne tenni, és tényleg mindenki gyönyörködhetne benne. Így van, tulajdonképpen nagy álmom lenne az, hogy az összes országos díjazottat, illetve akik éppen lecsúsztak az országos díjról, hiszen nagyon sok ilyen iskola és csoport van, azokat egyszerre kiállítani. Úgy gondolom, hogy hetekig lehetne benne gyönyörködni. Nagyon ügyesek a gyerekeink, büszkék lehetünk rájuk, és természetesen minden ügyes gyerek mellett azért és mögött ott van a felkészítő tanár, és azért ott van a háttérország, a szülők, nagyszülők, akik én úgy gondolom, hogy nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy ezek a kis csemeték ilyen szép műveket tudnak magukból kihozni, és ilyen szép rajzokkal örvendeztetnek meg bennünket. És azért beszéljünk pár mondatot a kertészkedő szülőkről, a nagyszülőkről, óvodákról is, hiszen azért ezek az élmények nélkülük meg sem születhettek volna, hiszen a gyerekeket ők vonják be a kertészkedésbe. Így van, pontosan, én nagyon büszke vagyok arra, hogy Karcagon olyan óvodáink vannak, és ez nem mindenhol mondható el az országban, hogy kertészkednek mindenhol, nem is akárhogyan, lehet fejlődést látni, lehet látni azt az igyekezetet, ahogyan évről évre gazdagítják, szépítik a konyhakertjeiket, és én arra vagyok a legbüszkébb, hogy egy igazi kertészkedős óvodából, a Szim óvodából nevelkedett ki a mi kis Monori Vivink, aki az országban egyedülállóként 7 évesen Magyarország legszebb konyhakertje országos díjat kapta meg. És bizony, ez a kis Monori Vivikénk olyan naplót készített, amelyet két országos lap főszerkesztője tekintett meg az országos díjkiosztón. És az volt a véleményük, hogy stilisztikailag, helyesírásilag, külalakilag, kifogástalan munka, büszkék lehetünk rá. Én úgy gondolom, hogy ezek a legnagyobb érdemek, ezért érdemes dolgozni, és én bízom abban, hogy ezt a hagyományt tényleg a gyerekek révén sikerült tovább örökíteni, tovább vinni, és majd egyszer ők is szerveznek egy ilyen versenyt, akár. Így legyen, és akkor erről még beszélhetünk 15-20 év múlva. Köszönöm szépen, és hát reméljük, hogy a 2017-es évnek is meg lesz majd a mondata, amit még azért gondolom nem szeretne elárulni, de majd erre még visszatérünk. Így van, köszönöm szépen a lehetőséget. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a Dériné Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár nevében. Az Én kis kertet kerteltem című országos rajzpályázat karcagi kiállításán. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm Kovács Szilvia alpolgármesterasszonyt, programigazgatót és ennek a gyönyörű rajzpályázatnak a megálmodóját. Nagy-nagy tisztelettel köszöntöm Plósz Csillát, a Karcagi Általános Iskolai Központ és Alapfokú Művészeti Iskola intézmény vezetőjét. Szepesi Tibor képviselő urat, ennek az intézménynek az igazgatóját, a Dériné. Sági István urat, a Klebersberg intézmény fenntartó központ tankerületi igazgatóját. Dr. Kasuba Jánosnét, a Könyvtáros Egyesületi Tanárok vezetőjét, munkaközösség vezetőjét.
És hát köszöntöm a felkészítő pedagógusokat, a kertészkedő szülőket, gyerekeket, és nem utolsó sorban a rajzolni nagyon szerető és tudó gyerekeket. Nagyon örülök annak, hogy másodjára is meghirdetett rajzpályázat gyönyörű munkáit ismét itt a könyvtárban rendezhettük be ezekkel a rajzokkal ezt a kiállítást. Az 55 karcagi munka mellett 77 alkotást válogattunk az országos munkákból össze, és remélem, hogy az elkövetkező időkben sok-sok öröme lesz a könyvtárba látogatóknak, hiszen ez a kiállítás még, aki most nem tudott eljönni, az is megtekintheti, még 18-áig, november 18-áig megtekinthető lesz ez a kiállítás. Most pedig szeretném felkérni Sági Istvánt, a Klebesmert Intézményfeltartó Központ tankerületi igazgatóját, hogy köszöntse az egybegyűlteket. Köszönöm szépen a lehetőséget, kedves kis művészek, ötletgazda a polgármesterasszony, szervezők és szülők, illetve érdeklődők. Megtiszteltetés számomra, hogy egy ilyen jeles eseményen itt lehetek, és őszinte csodálattal nézem ezeket az alkotásokat, melyeket ti itt gyerekek erre a pályázatra benyújtottatok. Volt technikum, tekós diákként egy kicsit közel is áll hozzám, amit a rajzokon látok. Sokat tanultunk így a kertészettel kapcsolatban, illetve a kertészetről, és azt gondolom, hogy ha a jövőnk is ilyen lesz, mint ahogy ti a képen megálmodtátok, illetve akár a saját kerteteket megrajzoltátok, vagy hogy milyennek szeretnétek látni, akkor azt gondolom, hogy nyugodtan hátradőlhetünk, mert az csodálatos lesz, mint ahogy ezek az alkotások. Úgyhogy én mindenkinek azt szeretném, azt kívánom mindenkinek, hogy váljanak valóra ezeken a rajzokon megálmodott kertek, legyen minél több egészséges növény, gyümölcs, zöldség ezekben a kertekben, és a későbbiekben ne talántán, hogyha ilyen pályára tévedtek, kedves gyerekek, ahol ezzel tudtok foglalkozni, akkor ott is biztos vagyok benne, hogy megálljátok a helyeteket. És szeretnék az ötletgazdának is köszönetet mondani, hogy immár egyfajta országos hírnévre szertett, tehát a legszebb konyhakertek program részeként a gyerekeknek ezen eseményét is megszervezte, és külön az intézményeinknek, a hozzánk tartozó, illetve a karcagi intézmények vezetőinek is meg szeretném köszönni azt a partnerséget, amit ebben a pályázatban nyújtott, és a gyerekeket nem fogták vissza, és bátran hagyták, hogy ezen pályázaton részt vegyenek. Tehát a kiállításnak helyt adó intézmény vezetőinek is szeretném megköszönni, hogy méltó körülmények között fogják megtekinteni, mint Karcagon lévő, mint pedig az ide érkezők megtekinteni ezeket a kiállításokat. Én ezzel a pár mondattal, gondolattal a mai kiállítást megnyitom, és biztos vagyok benne, hogy a következő két hétben örök élményt fog nyújtani nekünk ez a mögöttünk lévő csodálatos képi és képi világ. Köszönöm még egyszer a figyelmüket. Miközben tegnap raktuk fel a rajzokat, nekem is eszembe jutott, és én is gratulálok, mert ez a program valóban beindult, és nem csak egy rajzpályázat erejéig, hanem tényleg volt olyan rajz, amelynek az volt a címe, hogy nekünk nincs otthon kertünk, de az ovist szeretem. És azért úgy elgondolkodtam, hogy nagyon sok intézmény már azt is felvállalta, hogy valóban kertészkedik a gyerekekkel, és ez is adott ötletet a rajzok elkészítéséhez. Most pedig felkérem Kovács Szilviát, programgazdát, hogy értékelje az országos pályázatot. Köszönöm szépen a szót. Tisztelt igazgató úr, igazgató urak, igazgatóasszonyok, képviselő úr, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves gyerekek, nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm, hogy ilyen szép számmal megjelentek ezen a kiállításon. Nagyon nagy öröm ez az én lelkemnek, szívemnek. Elsőként engedjék meg, hogy átadjam Dobos László úr, polgármester úr szívélyes üdvözletét és gratulációját, aki sajnos nem tud ma részt venni ezen a rendezvényen, de a lelkemre kötötte, hogy köszönjem meg mindenki munkáját,
és gratuláljak nektek, gyerekek, a szép rajzokhoz. 2014 után, 2016-ban ismét meghirdettem az Én kis kerteltem országos gyermekrajzpályázatot, hiszen tudjuk nagyon jól, hogy nagyon nagy sikere volt 2014-ben ennek. 2015-ben volt is egy gyönyörű kiállítás a karcagi, és szintén az országos díjasok rajzaiból. Ebben az évben is közel 3000 rajz érkezett hozzánk, így az országos zsűrinek szintén nagyon nehéz feladata volt értékelni ezeket a rajzokat. A zsűri nem sokban változott, Györfi Sándor, karcagi szobrászművész, Magyarország érdemes művésze volt a zsűri elnöke, jó magam mellett Szilágyiné Baranyi Judit volt a zsűri tagja, és Varga Istvánné rajztanárnő, aki annak idején még az Arany János úti általános iskolában az én rajztanárnénim volt. Külön öröm volt együtt zsűrizni ezeket a rajzokat tanárnővel, és természetesen a zsűri minden tagjával. Ismét 7 kategóriában dolgozott a zsűri. Volt óvoda egyéni, csoportos kategória, általános iskola alsó tagozat egyéni csoportos kategória. A felső tagozatból csak egyetlen egy kategória volt, hiszen valljuk be őszintén, a felső tagozatosok már nem szeretnek annyira rajzolni, mint a cseppek. Illetve az alapfokú művészeti iskolák körében is képeztünk egyéni és csoportos kategóriát, így ebben a 7 kategóriában közel 230 rajz nyert el országos díjazást, első, második, harmadik, vagy esetleg külön díjat. Ebben az évben karcagról nem került ki országos díjazott, de én úgy gondolom, hogy nem ez a lényeg, hiszen aki ezen a rajzversenyen indult, részt vett, az csak győztes lehet. Külön büszke vagyok arra, hogy Karcag volt az a város, ahonnan a legtöbb rajz érkezett erre a pályázatra, így tulajdonképpen Karcag is győzött, úgy teljes egészében. Ahogyan már az előbb elhangzott, 55 rajz érkezett 54 pályázótól. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy ilyen aktívan részt vett ebben a pályázatban, és nagyon-nagyon szép rajzok születtek most is. Szakmailag nem szeretném nagyon mélyen értékelni a rajzokat, hiszen ezt a rajztanárok, illetve a felkészítő pedagógusok, óvodapedagógusok úgy is megteszik. Viszont fontos megjegyeznem, hogy mind színvilágában, mind fantáziavilágában, mind témájában sokat gazdagodtak ezek a rajzok. És én szintén büszke vagyok Karcagra, hiszen ebből a városból került ki a legkevesebb olyan rajz, ahol mondjuk ilyen műkerteket, bálnás, szökőkutas kerteket lehetett látni, egyre inkább tényleg a konyhakert és a gyümölcsös kert volt a téma, amit a gyerekek megrajzoltak. És nagyon sokan megrajzolták azt a kertet, amit egyedül, vagy akár szüleikkel, nagyszüleikkel művelnek, és én úgy gondolom, hogy azok is kertet fognak művelni, akik most csak azt tudták megrajzolni, hogy milyen is lenne az ő kertjük, hogyha az meg tudna valósulni. Én kívánom mindenkinek, hogy az álma teljesüljön, valósuljon meg az a konyhakert, és legyen benne öröme. Külön büszkeség számomra, és ez is Karcag érdemeit gazdagítja, hogy az óvodáink, de mindegyike konyhakerttel rendelkezik, és ennek megfelelően nagyon szép számú, gyönyörű rajzokat is küldtek be. Én úgy gondolom, hogy ez az alapja annak, amilyen eredményt most ebben az évben elértünk. Igen, Magyarországon egyedülállóan, Karcagon a 7 éves Monori Vivien Magyarország legszebb konyhakertje országos díjazottja lett, és mindenki rácsodálkozott az országos díjkiosztó ünnepségen. Annál is inkább, mert az én drága Monori Vivim ismét készített nekem egy csodálatos naplót. Ez az a napló, amiről beszélünk, és én ezt most egy picit közkincsé teszem, de kérem, hogy nagyon vigyázzanak rá, hiszen ez az én kincsem. És ezt a kincsemet én egészen véletlenül, tudatlanul egy széken hagytam ott magam mellett a díjkiosztó ünnepségem, és mögöttem 2 országos lapnak a főszerkesztője ült. A Kertbarát magazin főszerkesztője Algeier Vendi,
és a mezőgazdasági lapcsoport, 7 lapból álló mezőgazdasági lapcsoport főszerkesztője Sári Enikő, és mind a ketten elolvasták. Könnyes szemmel azt mondták nekem, hogy mind stilisztikailag, mind helyesírásilag, mind külalakilag, mind tartalmilag egyedülálló és vitathatatlan. Legyünk rá büszkék. Hát én úgy gondolom, hogy tényleg lehetünk mire büszkék, és büszkék lehetünk arra az óvodára, aki elültette Viviben a kertészkedés szeretetét. És én úgy gondolom, hogy ennek a rajzpályázatnak, az egész igyekvésemnek, törekvésemnek itt van a lényege. A gyerekeket megmozgatni, a kertészkedés felé fordítani a figyelmüket, mert hogyha ezt megtesszük, akkor akár ilyen szép eredmények is születhetnek. Én még egyszer köszönöm minden felkészítő tanárnak a munkáját, hiszen látszik, hogy lelkesen, lelkiismeretesen, nagy szakértelemmel foglalkoznak a gyerekekkel, nagyon szép, igényes, tartalmilag helytálló rajzokat küldtek be számunkra. Külön köszönöm a háttérországnak, a szülőknek, nagyszülőknek azt a támogatást, ami biztos, hogy hozzájárult ahhoz, hogy ezek a rajzok konyhakertészeti szempontból is tényleg nagyon helyesek és nagyon szépek, helytállóak legyenek. És köszönöm szépen a könyvtár dolgozóinak, hogy ismét ilyen csodálatos kiállítást szerveztek. Én úgy gondolom, hogy Karcag minden lakója méltán gyönyörködhet ebben, és mindenkinek szíve lelke örömmel telik meg, ha ezeket a rajzokat megtekinti. Én úgy gondolom, hogy nem is kell több szót ejteni, hiszen a gyerekek már várják azt, hogy az elismerésüket megkapják, és igen, mindenkinek jár a köszönet és az elismerés, hiszen mindenki nagyon lelkiismeretesen szépen dolgozott, és gyerekek, még egyszer nagyon szépen köszönöm nektek, hogy megtiszteltetek a rajzotokkal, és én azt kívánom nektek, hogy azt, amit megálmodtatok, azt majd egyszer valósítsátok meg, legyen kertetek. És hogyha lesz kertetek, vagy már gondoztok kertet, akkor tényleg nevezzétek be ebbe a versenybe, a legszebb konyhakertek versenybe. Mindenkinek kívánok az elkövetkezőkhöz sok sikert, jó egészséget, és mindenkinek további szép időtöltést és szép napokat. Köszönöm szépen! Alpolgármester azt, hogy mondta, elismerő okleveleket fogunk átadni. A Madarász Imre egyesített óvoda Jókai úti tagovodájával kezdeném. Csokai Lénát szólítom. Kis Zsigmondot hívom, maradj itt, Léna, jó? Gyere, Zsig. Nagy Bence Lászlót várom. És a felkészítő nevelőket, Kovácsné Lovász Erikát. Itt van. Majd elviszik nekik Romhányi Sándornét. És Szalókiné Kovács Erzsikét. És akkor helyettük is kijön Molnárné Erika, aki elviszi neki. Kollégáknak gratulálom. A Kuthen úti tagovoda óvodásai részére szeretnénk elismerő okleveleket átadni. Balogh Máriát várjuk. Burján Hanna Grétát. Jó. Cinege Janka Veronikát. Jó. Hérmán Adrián Lajost. Nincs Lajos sem, majd a nevelőknek odaadom a végén. Orvos Nagy László. Laci itt van. Rácz Józsit. És elismerő oklevelet kapnak a felkészítők. Dr. Kozákné Győző Erika. Kapitányné Zsurzsuc Andrea.
Mulicné Nagy Andrea, és mindenki étvíz. És Nagy Anna. Jó, megtűnnek. De azért a nevüket csak megmondom. Nagyné Pusztai Tünde felkészítő, és Vadainé Boros Beáta, hiszen a taps nekik is jár. A Madarász Imre Egyesített Óvoda székhely óvodája, amit mi csak Kistáncsicsnak hívunk, Ács Balázs. Molnár Szonya. Molnár Zétény. Fociznak, igen. Nagy Angéla. Angét vagy? Jó. Majd a tanárnőnk, igen. Séta Zalán Zorán. Ő is itt van. Szabó Miklós. Fordítsátok ki az oklevelet, hogy lássa a fény. És felkészítőjüknek is gratulálok, Nagy Tibornénak. A szimóvodások következnek. Horváth László. Madarász Liliana. Mándi Tamara. Szabó László. És felkészítőiknek is gratulálunk, Balajtiné Sütő Margónak, Flórián Huszár Dórának és Szabóné Szentesi Máriának. És Tótné Török Juditnak. Takács Péter úti óvodások következnek. Darabos Saroltát várom. Tapasztó Botondot. Gyökeres Évát. Popovicsné Nagy Mária tanár, vagy óvónőnek gratulálunk, és Posztósné Kovács Éva óvónőnek. Az iskolások következnek. A Karcagi Általános Iskolai Központ Alapfekvő Művészeti Iskola Kiskulcsosi Tagintézménye következik. Ők küldték be a leges-leges legtöbb rajzot, úgyhogy már elő ebben is gratulálunk neki. Monori Vivient várjuk. Radványi Róbert. Szűcs Viktória. Ternován Tamást. Bagdi Rékát. Réka is itt van. És itt is vannak mindannyian. Kis Réka Máriát. Láposi Lucát. Palkó Zsoltot. Bihari Bence Dánielt.
kis Cintiát. Majd elviszem. De a taps nekik is jár, persze. Molnár Andreát. Molnár Tiffanyt. Beteg. Szilágyi Csillát. Tóth Zsófiát. Fülöp Zsuzsannát. És végre egy nagylány. Kovács Lilit. Madarász Vivient. Suba Viktóriát. És köszönjük a felkészítést Bogdánné Szabó Valériának. Ő is jöjjön ki. Gyere! Miketz Istvánnak. Ők nincsenek? Bargáné Molnár Évának. Jó. Tanárnő, oda kell állni. És Veres Henrietta Katalinna. A Kovács Mihály tagintézmény tanulóit hívom most, Kohári Emesét. Közben szeretnénk, hogy van egy emlékkönyvünk ott a kiállítás elején, hogy minél többen írjatok bele, vagy rajzoljatok akár egy kis virágot. Hát színes ceruzát ugyan nem tettem mellé, de majd fogok a héten. De a szülő írása is. Köszönjük. Szabó Bogit várjuk. Kovács Zsófiát. Szabó Veronikát. És köszönjük felkészítő munkáját Urbán Sándornénak. És papné Nagy Erzsikének. Az Arany János általános iskolából szólítom Balog Anikó Zsuzsannát. Balog Erik Márkot. Lázók Henrietta Reginát. Regina sincs. Lengyel Petrát. És Horváth Tóth Évát. Egyikőjük sincs. Felkészítőjük Ládiné Roncsek Ilona volt, majd eljuttatjuk akkor hozzájuk ezeket az ikonokat. Egyéni rajzbeküldők is voltak, Kovács Benedeket várjuk. A Kovács Mihály tagiskola felső tagozatából hívom Madar Dórát. Nincs itt. Az Arany János általános iskola felső tagozatából várom Balog Nórát. Kis Mariannát, Kovács Kornéliát, ő sincs, Tóth Vanesszát, Bacsó Andreát. Németné Tőkés Éva tanárnő volt a felkészítőjük, majd elküldjük. A felső tagozatból egyéni
Beküldő Kerekes Kitti Erika. És már csak egy kedves kötelességem van hátra, hogy szeretném a zsűrinek megköszönni azt a munkát, amelyet ennek a sok-sok rajznak az értékelésébe fektetett. És én most felkérem Plósz Csilla intézményvezető asszonyt, hogy elsősorban Kovács Szilviának, aki rengeteget dolgozott ezzel a kiállítással, adja át az elismerő oklevelet. Sajnos elfoglaltságai miatt nem lehet itt, de távollétében is megérdemel egy tapsot a zsűri elnöke, Györfi Sándor szobrászművész, akire nagyon büszkék vagyunk. Varga Istvánné. És Szilágyiné Baranyi Juditnak. A fotót nem ússzák meg a felnőttek sem. És hát, ha még nem tették, akkor tekintsék meg most a kiállítást, és vigyék jó hírét, és várjuk Önöket 18-áig itt a könyvtár nyitvatartási ideje alatt. Még Szilvia akar szólni. Igen, egy kellemes kötelességemnek kell eleget tennem, hiszen azért a rajzpályázatnak a lebonyolítása nem az én vállamon nyugodott, hanem az én segítőm Szokai Szilvia végezte az adminisztrációnak a legnagyobb hányadát. Nem lehet akkor oklevelet készíteni, hogy arra a köszönet és a hála ráférjen, úgyhogy megkérem Szilvit, hogy álljon ide középre, és egy hatalmas tapsot kérek neki. Köszönöm szépen a munkádat, Szilvikém! Nem oklevelet, hanem majd valami más meglepít kap. És akkor tényleg mindenkinek azt kívánom, hogy telje örömét ebben a sok szép rajzban. Nézzék meg nem csak a saját, hanem más iskolák, más intézmények rajzait is. És nagyon szépen kérem a szülőket, gyerekeket, hogy tényleg a gondolataikat, az érzelmeiket, amik most megfogalmazottak Önökben, bennetek gyerekek, vessék papírra, írják le a vendégkönyvbe. Nagyon jó lesz azt majd évek múlva visszaolvasni. Köszönöm szépen mindenkinek a jelenlétet, és további szép napot kívánok mindenkinek. Köszönök szépen mindenkinek mindent. Viszontlátásra, szervusztok gyerekek! Kedves nézőink, köszönjük szépen, hogy ma este is velünk tartottak. Hívjanak bennünket, vagy írjanak nekünk bátran, és maradjanak velünk, mert egy rövid reklám után folytatódik adásunk a jövő heti viszontlátásra mindenkinek.